Jó, akkor sok szeretettel köszöntelek titeket a ma esti dobbantón. A dobbantó egy virtuális találkozó, ahol nem csak az ország különböző részeiről, hanem akár több országból is, így virtuálisan egy helyen találkozunk egymással. Szeminárium-szerű, de inkább Zoomináriumnak nevezzük, mivel a Zoom platformján keresztül jön létre ez a kapcsolat. Azért dobbantó, mert azt gondoljuk, hogy arról a helyről, ahol mindenki most van, eldobbanthat, elugorhat, elemelkedhet, hogyha akar. Illetve azért is dobbantó, mert reméljük, hogy megdobbantjuk egymás szívét, egy kicsit megdobogtatjuk. Az is a célja ezeknek az alkalmaknak, hogy kedvet csináljon az üzlethez, a termékekhez, éppen ahhoz a dologhoz, amiről beszélgetünk. A mai este témája az, hogy miért pont DXM. A szobában itt jelenlevő már aktív üzletépítők elmondanak nektek érveket arról, hogy ők miért szeretik a DXM-t, vagy miért ezt választották, mit találnak benne különlegesen jónak. A szót egymás után fogom adni az egyes résztvevőknek, és utána pedig beszélgetni tudunk egymással, és erről egy felvétel készül. Amikor a felvételnek vége, akkor elköszönünk majd egymástól, és aztán kötetlenül még folytathatjuk a beszélgetést. Akkor elsőnek kinek adhatom meg a szót? Legyen Erika. Köszönöm szépen. Erika, mondj nekünk néhány érvet az DXM mellett. Sziasztok, Jámboni Egerős Erika vagyok. És hát miért is a DXM-t választottam, hiszen annyi más online hálózatépítési lehetőség áll előttünk. Nekem az első és a legfontosabb maguk a termékek. Tehát az én igazi miértem a DXM mellett a termékek, amelyek bizonyítanak. Én nagyon erős egészségügyi kihívásokkal küzdöttem, és számomra a cég által, a DXN által nyújtott megbízható, kiváló minőségű termékek megerősítettek abban, hogy jó helyen vagyok. Mint üzletet, körülbelül másfél év után, két év után kezdtem el, mint üzletre két év után kezdtem tekinteni, addig viszont szereztem a tapasztalatokat, ismerkedtem a céggel, ismerkedtem a szponzorvonalammal, ismerkedtem ezzel a hihetetlenül jó közösséggel, és ez a második miértem a termékek mellett, hogy úgy érzem, hogy én itt jó helyen vagyok. Az a korosztály képviseli magát, akik között én igazán jól érzem magam, megtaláltam azt a fajta szabadságot és lehetőséget, amit a cég kínál számomra, arra, hogy egyrészt a saját belső erős miértemet továbbfokozzam, motivál az egész, és úgy érzem, hogy egy olyan fejlődési vonalon, fejlődésen mentem át, ami ebben az erős támogató közösségben adott, és ajánlom mindenki számára. Illetve a hitelesség az, ami még számomra a DXN esetében nagyon fontos volt. Ugye nagyon sok tévhit van itt a online hálózatok körül, én is gyakran szembesülök vele, és teljes nyugalommal, 100%-os nyugalommal állíthatom mindazt, amit mondhatom mindazt, amit megtanultam az elmúlt 3 évben, és tudom, hogy nem hazudok. Márpedig ugye a hazug embert könnyebb utolérni, mint a sántikát mondja a mondás, és úgy érzem, hogy teljesen hiteles vagyok. Bárki, aki utána jár, bárki megnézheti azt, hogy én igazat állítok-e, tehát a hitelesség, a kiváló termékek, a támogató közeg, illetve az, hogy és ez a negyedik miértem tulajdonképpen a DXM mellett, az, hogy a termékek által segíthetek másokon, nekem ezek nagyon fontos szempontok voltak. Sok hálózatot láttam, ismertem meg az idők folyamán, én ugye teljesen
úgymond szűz területre tévedtem az MLM, a hálózatépítés terén pár évvel ezelőtt. Azóta sok mindennek utána jártam, és úgy érzem, hogy még mindig a legmegbízhatóbb cégben vagyunk. Ha csak arra gondolok, hogy ugye a bónuszunkat mindig kifizetik, a termékek hihetetlen gyorsan megérkeznek, illetve hát maga az az online építési lehetőség, amit a cégen belül megtapasztaltam, és amit én használhatok, ez nekem mind-mind bizonyosságot adott. Pedagógus vagyok, és majd a férjem is beszél róla. Nekünk pedagógusoknak is egy nagyon jó perspektívát ad ez a cég, arra, hogy a továbbiakban egy jó kis passzív jövedelmet hozzunk létre. Hát nekem ez a négy miértem van. Köszi szépen, Erika. Én már is továbbadom a szót Lajosnak, a férjednek, aki nagyon, nagyon komoly kutatómunkát végzett a többi cég körében. Esetleg ki tudod egészíteni az Erika által mondottakat? Hát én nem nagyon tudnék ehhez többet hozzátenni, talán csak annyit, hogy engem azt fogott meg ezek mellett, hogy itt tulajdonképpen semmi sem kötelező. Tehát ha... mivel elég elfoglaltak vagyunk, ugye pedagógusok vagyunk, a munkarendünk eléggé hullámzik, tehát vannak olyan időszakok, amikor igazán nagyon irtózatosan le vagyunk terhelve, és ebben az üzletben tudunk súlypontozni, tehát amikor több időnk van, akkor többet tudunk vele foglalkozni, amikor kevesebb, akkor egy kicsit kevesebb, és tulajdonképpen senki nem kéri számon, hogy hogyan dolgozunk, mit csinálunk, és milyen módon. Nekem ez nagyon tetszik. Ez a szabadság. Igen. Ennyit mondanék most. Oké, köszi szépen. Judit, adhatom-e neked a szót? Igen. De én is egészen hasonlóan gondolkodtam, mint Erika. Én is pont 3+1 dolgot raktam össze, de el is mondom, mert nem baj az, hogy tényleg hasonlóan gondolkodunk. Nekem is a 9 év alatt, ami számomra a legtöbbet jelent, a legnagyobb megerősítés volt, hogy mennyire elképesztően jók a termékek, hogy ezek tényleg működnek, és hogy mennyi sok jó tapasztalat támasztja alá ezeket. Ugye mi is napi szinten használunk nagyon sok terméket, és látom, hogy milyen az, amikor kezd elfogyni. Akkor gyorsan rendelünk, mert egyszerűen nem is tudnám elképzelni a mindennapokat nélküle. És ez ugye vonatkozhat akár a kávéra, a gyerekeimnek a kokozira, de ugyanúgy a fogkrém, szappan, az étrendkiegészítők, és most már a kozmetikumokat is annyira szívesen használjuk napi szinten, hogy igazán szenvedélyesen szeretjük, és az életünk részévé vált. Tehát nem szeretnénk lemondani róla. És szerintem ez nagyon jó, hogy megengedhetjük magunknak, hogy ilyen magas minőségű jó termékeket fogyasszon az egész család és a környezetünk is, és ugye így ezt nagyon könnyű a sok pozitív tapasztalat által hitelesen tovább ajánlani. Amikor elutaztunk külföldi országokba, vagy akár Malajziába, akkor mi a szuvenírbe is csak abba gondolkodtunk, hogy DXN termékeket fogunk venni, hiszen már nagyon sok termék kapható így világszerte, ugye azért legtöbb Malajziában, de most már a világ számos más országában is vannak gyárak, ahol különböző DXN termékeket gyártanak, és nekünk ez a legnagyobb öröm, hogyha kipróbálhatunk új meg új termékeket, és nagyon örülünk annak is, amikor Európával jönnek be újabbak. Tehát ez egy még üzleti szempontból is ez az egyik legfontosabb, hogy jók a termékek, és hogy működnek. És ezek nagyon jó megerősítések abban, mert lehetne akármilyen jó az egész üzleti modell, a marketing, meg minden, de hogyha a termékek nem jók, akkor az egésznek nem lenne ekkora értéke. Aztán a másik az, ami ugye számomra nagyon sokat jelent, az az, hogy az egész világon építhetem az üzletemet, ugye az internet segítségével nincsenek határok, és ez egy fantasztikus dolog, ugye, hogy 2 gyermekes anyukaként megtehetem, hogy itthonról a gép mellől egy hatalmas nagy nemzetközi hálózatot építhettem fel. És ugye ez a DXN-nek van, ez a One World One Market, vagyis az egy világ, egy piac koncepciója, és ez tényleg így van, hogy ugye van egy egyszerű regisztrációs link, ezen a világon bárki be tud csatlakozni hozzám, és utána pedig a helyi irodába, ahol ő él, ott meg tudja vásárolni ezt a terméket, akár elküldik neki online megrendelés útján, vagy pedig, hogyha van a közelben iroda, akkor oda bemegy.
És ugye én a jutalékomat ezt a magyar irodán keresztül forintban kapom meg, de ezt a teljes hálózatom után. Tehát szerintem ez egy fantasztikus dolog, hogy nem csak itt a közelünkben, nem csak országhatáron belül, hanem az egész világon tudjuk építeni az üzletünket. És ugye mi nagyon fontos egy üzletnél, hiszen nem azt szeretnénk, hogy belevágunk ebbe az üzletbe, és szeretnénk minél többet nagyon gyorsan kiszedni belőle, hanem egy biztos alapokat szeretnénk építeni, és azt, hogy ezt nagyon sokáig élvezhessük ennek a gyümölcsét. Tehát nem csak évekre, hanem generációkra is tervezünk. És ugye ezért nagyon fontos a cégnek a stabilitása. Ugye ez most már egy 26 éves cég, és azért az is jó, hogy annak ellenére, hogy már ilyen régóta itt van stabilan a piacon, mégis folyamatosan növekszik. Tehát nemzetközi szinten is látjuk az elképesztő fejlődést. Ugye össze is mérik a legnagyobb direkt értékesítő cégeket, és már ugye a 15. helyen van az éves forgalom alapján a DX-en. Tehát 1,25 milliárd amerikai dollár alapján, és ezek fantasztikus eredmények. És azt is jó látni, hogy amellett, hogy stabilis, mégis folyamatosan növekszik. És ugye 10 éve már itt van Európában és Magyarországon is, de azért még látjuk, hogy itt is óriási a fejlődési lehetőség. És az a plusz egy, ami miatt tényleg nagyon jól tudjuk érezni magunkat itt, az pontosan azok az emberek, akik itt vannak. Ugyanis, hogyha van egy-egy ilyen rendezvény, vagy találkozó, vagy hogyha így összejövünk, akkor érzünk valami különleges köteléket egymás között. És hogy annyira jó ide tartozni. Hogy olyan jó, hogy érzünk valami közös gondolkodást, odafigyelést, segítségnyújtást, és hogy nekünk egy kicsit valahogy más értékrendünk van. És ez egy óriási nagy plusz, hogy azok az emberek, akik itt vannak, velük egy közösséget alkotunk. Úgyhogy ezt jól megfogalmaztad. Számomra ezért is a DX-en. Köszönöm szépen. Nagyon köszi. Akkor szólítom Sándort, Bussi Sándort. Azt tudok neked. Oké, sziasztok. Hát akkor így szóban is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát nyilván ugyanúgy, mint mindenki, én is rengeteg dolgot tudnék felsorolni, hogy miért a DX-en, de hát most kiemelnék egyet, ami nem a termék témát érinti, hanem az én egyik nagy miértem az a jövőkép. Jövőképe mindenkinek van, de mit is értek ez alatt? Hát igazából, amikor valakinek van egy munkája, egy foglalkozása, egy akár egy cége, vagy egy vállalkozása, akkor az általában az életének két nagyon fontos területére ugye nagyon komoly hatással van. Ugye az egyik az a bevétele, a másik pedig a boldogsága. Ugye, hogyha neked nincs elég bevételed, és nem szereted azt, amit csinálsz, akkor az általában azt eredményezi, hogy a jövőképed az nem más, mint egy álom. Vagy pedig elkezded ugye folyamatosan leépíteni, hiszen látod azt, hogy mik a reális esélyeid és lehetőségeid. És nyilván ugye aki nagyon szereti a munkáját, és nagyon meg van elégedve a bevételével, annak a jövőképével sincs valószínűleg semmi probléma. Ilyen 10 évvel ezelőtt, amikor órásként dolgoztam, akkor nálam mind a két területen voltak problémák, tehát sem a bevételem nem volt elegendő, vagy megfelelő, vagy az én elképzeléseimnek megfelelő, és igazából nem is nagyon szerettem, amit csinálok, tehát én is azt vettem észre, hogy a jövőképem az egy örökös álom marad, hogyha nem teszek valamit. És amikor én megismertem a DX-ent, amikor megismerkedtem a céggel, akkor én rögtön azt láttam, azt gondoltam, hogy ez az az üzlet, amit én meg tudok csinálni. És ez azonnal adott nekem egy új pozitív jövőképet, és ugye ma már tudom azt, hogy a jövőképem az nem egy álom, hanem meg fog valósulni, ugye mai napig dolgozom rajta folyamatosan, és hát ugye hiába vannak az üzletünkben, akár hullámvölgyek, akár csúcsok, magaslatok, ugye ez a jövőkép, ez soha nem változik. Tehát én azt tudom javasolni mindenkinek, hogy érdemes ezt átgondolni. Tehát, hogyha neked is van egy olyan jövőképed, amit a DX-ennel tudsz megvalósítani, akkor nagyon jó helyen vagy.
Így röviden, ennyi, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, azt hittem valami szépet mondasz a marketing tervvel kapcsolatban. Attól inkább megkímélnél ebben a tetet ma este. És üdámat, igen. Köszönöm, akkor adhatom Bali neked a szót? Mert ott van egy feltartott kis kéz, hogy szólni akartok, de lehet, hogy még csak úgy maradt. Én tettem oda, így kettem vagyok, mintha mindig kettőre szoktunk lenni, mindenkit nagy szeretettel köszöntünk mi is innen is. És szeretnék gratulálni ehhez a zomináriumhoz, jól mondom, zominárium? Igen. Nektek. Én azt gondolom, hogy ahogyan a Judit is mondta, ez a válasz a kérdésre, hogy miért, az egyik válasz. Hát ezért. Mert kreatív és vidám emberek, újat akaró, vagy újat használó, bátran használó emberek jönnek össze, és igyekeznek együtt haladni. Mondom, hogy az ember, aki kapcsolódni tud hozzátok ezen a felületen keresztül is, ő csupa jó dolgot fog tudni hallani majd, akár ebből a felvételből is. Úgyhogy hadd tegyünk mi is hozzá egy kis jó dolgot. A kérdés ugye az, hogy miért DXM? Hát mi dobbantani akartunk. Úgyhogy az, amit most csináltok, Zoli, hogy dobbantót hoztatok létre, az nekünk egy 11 évvel ezelőtti vágyunk volt, sőt, még sokkal régebbi vágyunk volt, hogy dobbantsunk. Mi mind a ketten teljesen egyszerű munkás emberként dolgoztunk, éltünk, igyekeztünk elérni a céljainkat, aztán rájöttünk, hogy úgy nem fog működni. És megkerestünk egy csomó lehetőséget, kipróbáltunk MLM üzleteket is, aztán jött a DX-en, és mivel be kell férjek a 3 percbe, azért most csak egyetlen egy különbséget szeretnék elmondani. Az pedig az, hogy azok a lehetőségek, amiket korábban láttunk meg, amiket azóta is folyamatosan látunk, azokban az volt a számunkra megvalósíthatatlan, hogy biztosítani tudjuk a minden hónapban azt a megfelelő forgalmat, amiből bevételünk származik. Nem mennék ebbe mélyen bele, a DXM pedig az azért más a többi céghez képest, mert a DXM termékek, főként a kávé, az nem igényli azt, hogy az ember hónapról hónapra olyan aktivitást fejtsen ki, amivel rávesz embereket arra, hogy újra forgalmat generáljon. Ugyanis a DXM kávé, amit épp az előbb írtam meg egy minden ilyen zomináriumnál, de bármilyen webináriumnál is én úgy ülök oda a gép elé, hogy kávét iszom, de ez történik reggel, meg délben, meg este, és azokkal az emberekkel, akik ismerik a DXM terméket, a DXM kávékat, akiket meg tudtunk ezzel kínálni, őnekik ez az életük részévé válik. És nem tőlünk függ, hogy akarnak a kávét inni, vagy pedig nem, hanem az igényük az, hogy megígyák a DXM kávét. Hát gyakorlatilag, hogyha a DXM-ben valaki képes egy forgalmat felépíteni, akkor utána nem azon kell törnie magát, hogy a forgalom megmaradjon, mert ez a forgalom megmarad önmagától. Uh-huh. És ez egy óriási előny. Ilyen én eddig az általam megismert MLM cégek között senkinek nincsen ilyen terméke, kizárólag csak a DXM-nek. Hát ezért a DXM nekünk. Aha. Dobbantot tudunk. Szuper, köszönöm. Bali, kiegészíted valamiben? Igen, de nagyon érdekes, hogy elvihettem a sári lányomat, hogy elvihettük a sári lányunkat Norvégiába a jutalomútra, erre a hajóútra. És mikor jöttünk hazafele, akkor mondta, hogy na ideje van anya, hogy akkor nekem is legyen már egy DXN üzletem. Nagyon szimpatikusak voltak neki a DXN-es csapattagok, ez a lehetőség, amiket ott hallott, látott. Úgyhogy ugye a két idősebbnek már van gyémánt üzlete, most a sári következik, és szerintem ez is egy különlegesség, hogy ugye nem csak azt a passzív jövedelmet fogják örökölni, amit majd mi egyszer átadunk, hanem ők saját maguknak is tudnak egy passzív jövedelmet már most ilyen fiatalon felépíteni, és az nagyon jó, hogy a fiatalokban is van egy ilyen kis lendület meg tűz, mert látják, hogy a DXN tényleg meg visszakott cég. Aha. Nekem ez most nagyon jó így. Köszönöm szépen. Berci, nem emlékszem, hogy te jelentkeztél-e, de megszólítalak, hát ha van eset. Hát nem jelentkeztem, de nekem is lenne pár gondolatom ehhez. Ugye én azok közé, a szerencsések közé tartozom, legalábbis én úgy gondolom, hogy azt csinálom, amit tizenévesen szerettem volna. Tehát én építészként azt mondom, hogy a szakmám, a hobbim a szakmám, viszont
szerintem 20 éves korom óta kerestem azt a lehetőséget, hogy ne az legyen, hogy adott cégtől vagy tervezőirodától függjen az ember, ezért kerestem azt a lehetőséget, hogy anyagilag is függetlenné váljon az ember, és ezt én a DXM-ben találtam meg, mégpedig azért is, mert a termékek azok olyan termékek, ami fölvállalható a szakmám mellett, tehát nem egy mosóporos építész vagyok, hanem egy kávézó építész, és minden építész kávézó, mert DXM-ben dolgozunk. Ezért is, másrészt meg a DXM szerintem ugyanazt a maximalizmust keresi, vagy kutatja, mint az egészségben és a hálózatépítésben, mint amit én azt mondom, hogy egy tervezőnek tennie kell ahhoz, hogy a legjobb házat vagy épületet megtervezze az embereknek. Uh-huh. Úgyhogy én azért gondolom, hogy a DXM az a legjobb hálózatépítési lehetőség, vagy egy legjobb cég. Amellett persze benne vannak azok a dolgok, hogy iszonyat jó a közösség, amit már korábban is mondtatok, illetve tényleg nagyon megbízható az egész háttér és minden egyéb dolog. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy meggondoltad magad. Én is. Akkor szólítom Brigit. Sziasztok! Szeretettel üdvözöllek titeket. Nekem ez az első ilyen bejelentkezésem, úgyhogy bocsánat a bakért. Tehát, hogy miért választottam a DXM-t. Én nagyon sokáig keresgéltem MLM üzletet. Nagyon tetszett az üzleti modell, és éreztem azt magamban, hogy tehát nekem ez az utam. Ehhez csak egy megfelelő céget kerestem, és akkor ugye találkoztam a Judittal, és vettem a bátorságot, hogy írtam neki egy üzenetet, hogy szeretném megismerni ugye a DXM-t, mert láttam azt, amit ő felépített, és az pont nekem is hiányzott. Tehát az, hogy a gyerekeimmel legyek, a minőségi időt töltsek velük, és mégis pénzt tudjak keresni. Akkor a háztartást tudjam vezetni, és hogy minőségi időt tudjak eltölteni a családommal, a férjemmel. Ugye nekem nagyon fontos a család, tehát nagyon szeretek velük lenni, és én ezért az első miértem. Hogy pont miért a DXM? Szerencsémre olyan, mint egy nagy szerelem. Tehát olyan, mint a nagy ő. Úgyhogy ugye megtalálni és tökéletes. Mire is gondolok? Tehát én nagyon nehezen tudok teljesíteni, ha nyomás van rajtam. És itt ezt nem tapasztaltam. És ez nekem nagyon tetszett. Hogy nem ülnek a nyakamon, hogy nem kérnek számon, hogy tehát a vezetőség és az egész marketing terv az hagyja, hogy a tűz fellobbanjon a lelkünkbe, a lelkembe, és hogy ezt ugye megmutassuk másoknak is. Ugye saját tempó, saját eszközöket lehet választani. Tehát a cég azt sem mondja meg, hogy a DXM nem mondja meg, hogy milyen eszközöket használjunk, mit lehet csak és kötelező, hanem szabadon választhatjuk azt, amiben a legjobbak vagyunk. Ugye én írni szeretek, a videó nem annyira, de azért gyakorlom, úgyhogy majd ebbe is kibontakozunk. A másik pedig, vagy a harmadik pedig, a harmadik a termékek, tehát nagyon jó visszahallani azokat a pozitív visszajelzéseket, hogy segített valamilyen egészségügyi problémában a termékek, és nekünk is nagyon jó hatással van a szervezetünkre a Ganoderma. Igazából a marketing terv, a DXM és a Ganoderma az egy kincs a kezünkbe. És az utolsó, az pedig még nem mondta senki, hál' Istennek,
hogy igazából azt tapasztaltam, mint alkalmazott és vállalkozó is ként, hogy vannak olyan hivatalok, akik azt mondják, hogy ez nem megoldható. Ugye jön egy feladat, egy idézőjelben egy probléma, és ez nem megoldható. Itt a cégnél, a DXN-nél ezt soha nem tapasztaltam. Mindig bármi volt, bármilyen kérdést fel tudtunk tenni, vagy fel tudtam én is tenni, mindig volt rá megoldás, mindig volt rá válasz. És igazából ugye az ötödik az, hogy egy regisztrációval a világot meg lehet hódítani, csak munkát kell beletenni és időt kicsit. Köszönöm. Nagyon ügyes voltál, köszi. Nem tudom, hogy azok közül, akik az elején nem jelezték, meggondolták-e valakik magukat, mert akkor nagyon szívesen megadom a szót. Várok egy picit hát, ha jelentkeznek. Vagy amíg gondolkoznak, akkor megadom neked a szót. Jó, én is elmondhatom. Tehát az, amit többen is mondtatok, amit a Józsi is érintett, ez a termékeknek a megbízhatósága. És én azt tapasztalom, hogy ugye mostanában a DXN házatáján voltak változások. Én, ahogy öregszem, gyűlölöm a változásokat, tehát utálom, amikor a Google átprogramozza magát, meg a YouTube, és már nem ott van, ami eddig volt, nincs az a gombot. Én utálom. Szerintem az emberek nagy része utálja. És a DXN-nél egy csomó dologba átkerült a gomb máshova. És annak ellenére mi nem tapasztaljuk, hogy csökkent volna a forgalom. És ez csak annak lehet, vagy annak köszönhető, ennek az lehet az oka, hogy a termékek annyira jók, hogy az emberek akkor is megveszik, ha keresni kell azt a gombot. Tehát én emiatt, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon erős fegyvertény a cég mellett, meg a másik nekem fontos, hogy a tükörbe bele tudok nézni, mert bárkinek ajánlom ezeket a termékeket, senki nem mondja, hogy valami vackot sóztál a nyakamba, és ez nekem fontos. Nem húzom tovább, adom Csillának a szót, mert van itt három oldalt elejében. Én egy ekkora listát írtam, és egy részét már elmondtátok, de az első, amit felírtam így 5 perc alatt, és tudnék még szerintem 2 ilyen oldalt írni az előnyökről, az, hogy kávéval olyan egyszerű valakit megkínálni. Tehát ennél pofon egyszerű üzlet, hogy megiszunk egy kávét együtt, aha, és akkor amíg megkávézunk, addig tudunk róla beszélgetni. Tehát ennél jobb nem kell, imádja mindenki a kávét, aki nem, az meg a teját. Tehát nekem ez volt az egyik ok, amiért pont a DXR-re esett a választásom. A másik ok az volt, hogy akkor még ugye 5000 forintos regisztrációs díj volt, amit úgy éreztem, hogy hát ezt meg lehet ugrani. Ahhoz képest, hogy végigültem néhány MLMS bemutatót, és hát repkedtek a 200-300 ezres csomagok, és már azon törtem a fejem, hogy tudnám én azt összeszedni, de ha össze is szedem, akkor hogy tudnék bárkit arra rávenni, majd aki hozzám csatlakozik, hogy ő is összeszedjen annyi pénzt, tehát az a pont annak, aki valamilyen kiegészítő kereseti lehetőséget keres, már éppen nem megy jól a szekér, az egy elriasztó dolog, hogy több százezres árucsomaggal lehet belépni, és azóta ezt az 5000 forintos belépést ráadásul el is törölték a DXN-nél, tehát maga a regisztráció az ingyenes. Úgyhogy szerintem ez is egy nyomós érv, hogy úgy lehet elkezdeni, hogy nem kell az embernek a úgymond a gatyáját is ráfizetni, és utána sincs egy olyan kényszer, hogy mennyit kell neki vásárolni. Tehát aki fogyasztó szeretne lenni, mert élvezi a termékeket, tetszenek neki, használ, az, ha egy doboz kávét vesz 2 hónap alatt, akkor megteheti, senki nem fog érte piszkálni, hogy vásárolj már többet. És az emberek önállóan fedezik fel az új termékeket, és kíváncsiak rá, hogy mit lehet még kapni, és szívesen próbálják ki, és jó tapasztalatuk van. Tehát ez a tényleg, amit már többen mondtatok, másik nagy fegyvertény, hogy nem nekünk kell őket nógatni a vásárlásra, hanem önjáróan megveszik és megszerzik maguknak, mert szeretik. Aztán ugye az, hogy a termékektől egészségesebb leszel. Nagyon sokféle MLM cég van, utazási szolgáltatásoktól kezdve mindenfélét ajánlanak, de ez annyira alapvető dolog, hogy az ember egészséges szeretne lenni. Tehát ez megint egy könnyítés, vagy egy jó dolog, hogy pont ebben az iparágban tevékenykedik a DXN.
Aztán igen, az online építési módszer volt szintén nekem is fontos, hogy a meglévő foglalkozásom mellett tudjam csinálni. Tehát ne kelljen a számítógép mellől, mert mint grafikus dolgoztam, ugyanaz előtt a számítógép ülve építhetem az üzletet, mint ahol dolgozom. Nézem a listámat, hogy mi az, amit még ti nem mondtatok, hogy saját magad ura vagy, nincs se főnököd, se alkalmazottad. Ugye az elszokott hangzani, hogy nincs főnököd, csak szponzorod, aki segít téged, de alkalmazottad sincs. Tehát nem vagy azért felelős, hogy most az a 5-10 vagy akárhány alkalmazott, aki egyébként egy vállalkozásban alattad dolgozna, az tényleg minden hónapban megkapja a fizetését, és azért nem kell ideg összeröppanást kapni, mindenki a saját jövedelméért felelős, amennyit beletesz, annyit veszi. Persze felelősséggel tartozunk a szponzorált csapattagjainkért, de az egy másfajta felelősség, tehát inkább egy támogatás, segítségnyújtás, biztatás, de nem az a fajta, hogy az van a fejemben, hogy ő el kell, hogy lássa a családját, és ha nem szerzek elég üzletet a vállalkozásomnak, akkor ő tönkre mehet. Aztán nekem fontos, hogy a termékek bizonyítanak, és nem nekem kell bizonygatni. Tehát nagyon sok olyan MLM cég van, ahol elkérik a véredet, a nyáladat, már elnézést, és elküldik különböző laborokba, és akkor visszaküldik az eredményt, hogy éppen a bőrödön keresztül vizsgálnak, és akkor majd jön az eredmény, hogy akkor jó vagy nem jó. Pofon egyszerű. Elfogyasztod, és érzed, hogy jó. Tehát nem kell hozzá semmiféle egészségügyi végzettség, hogy például bemutass egy terméket, mert nem kell megtanulni akármilyen fokozaton azt a szakmát, és elmagyarázni, hogy a riboszómák, meg a nem tudom én micsodák, hogy hatnak, mert ezek annyira komplex hatóanyagtartalmú táplálékkiegészítők, amikkel foglalkozunk, hogy teljesen mindegy, hogy mire veszed be, mindenképpen használ valamilyen módon. És ez egy nagy biztonság a hátunk mögött, és az, hogy nem árthatunk vele. Tehát ez a kettő így együtt. És még egy dologról nem volt szó, hogy ez egy keleti cég. Nekem fontos volt, amikor céget kerestem, hogy nem amerikai cég. Ugyanis nekem nagyon nyomulós és nagyon erőszakos volt az a módszer, amivel a legtöbb Amerikából jövő MLM cég dolgozik. És ennél a keletről jövő malajziai cégnél, tehát azt a fajta nyugodt tempót lehet érezni, és azt a hosszú távra gondolkodást, hogy nem akarják azonnal egy lépéssel az egész világot meghódítani, hanem szépen lépésről lépésre stratégikusan építkeznek. Ez a számomra roppant szimpatikus hozzáállás. Igaz, hogy van a kelettel szemben egyfajta, minek mondjam, ellenérzés is sok mindenkibe, igen, főleg a kínai cuccokkal, mondjuk ez nem az. Kételkedés, igen. De ezzel kapcsolatban meg azt az érvet tudom állítani, hogy a legmagasabb szintű minőségi tanúsítványokkal rendelkezik a gyártásra vonatkozóan a cég. Tehát nem a hasamra ütök, és nem nekem kell hinni, mert bizonygatom, hogy de ez jó, hanem olyan hivatalos, független szervezetek minősítik magát a céget, amik, tehát nem kérdés, hogy valóságot állítanak. Nem tudom, hogy nektek jutott-e eszetekbe ezen kívül újabb ötlet, újabb ér. Itt láttam, hogy még volt jelentkező. Igen? Pisti. Akkor örömmel megadom a szót Pistinek. Mond. Okay. Köszönöm szépen. Hát nagyon örülök neki, hogy nem írtam listát, mert mindent kilőttetek volna nagyjából róla. Hogy miért a DXN? Igazából én nem találtam jobbat. Én is úgy voltam, mint a Brigi. Én is kerestem valamit nagyon. Tudtam, hogy MLM-et szeretnék. Voltam már korábban más hálózatban. Tudtam, hogy a maga az üzleti modell az nagyon jó, csak egy megfelelő céget kell rá találni. Egy megfelelő cégnél megfelelő emberek is lehetnek a felső vonalban. És igazából itt jött az, hogy a Bojta Zoliék hírlevél sorozata az engem becsapdázott. Már szinte az első adandó alkalommal tudtam, hogy miről van szó, tehát hogy ugye már MLM-et kerestem, és láttam azt, hogy be fog engem vinni a végére,
Az elején még nem voltam benne biztos, hogy most tényleg jó helyen vagyok, vagy nem. Nagyon sok mindent megnéztem a cégről, viszont már a regisztráció után egy nagyon rövid időn belül nagyon intenzív kapcsolat alakult ki az Oliékkal, nagyon sok segítséget kaptam, éreztem a bizalmat, viszont nem éreztem semmiféle nyomást, és szépen napról napra ismerkedtem meg a rendszerrel, és ugye nem lehet figyelmen kívül hagyni a marketing tervet sem, ami alapvetően meghatározza az egész üzletet, ugyanúgy, mint a termékeknek a minősége, hogy tényleg a hátukon viszik az egészet. Ezek a dolgok úgy szépen összeépülnek, ezeket úgy napról napra építem befelé az életembe. Igazából nem tudok erre többet mondani, de tehát, hogyha valakinek van valami kihívás az életében, akkor az biztos, hogy megoldás neki. Köszönöm, hogy elmondhattam. Köszönjük, hogy elmondtad. Akkor van még valaki, vagy? Szerintem ad vissza mindenkinek a szót, ahogy beszéltük az elején. És akkor így ez a mindenki megszólalt legalább egyszer, még ne kapcsolod le szerintem. Innen kezdve nyugodtan beszélgethetünk anélkül, hogy mindenki... szót adnék. Most mindenkinek él a mikrofonja. De nem. Nem? Nem. Annak, aki saját kezűleg nyomította le, lehet, hogy nem. Ja, igen. Aha. Jó. Most már él. Tehát, hogyha van még valami, mondjuk azt nem. Bátran meg lehet szólalni, most már nem szólogatlak titeket. Hát én csak annyit, hogy nagyon jó érzés volt végig hallgatni ezeket a gondolatokat, és olyan, hogy ilyen sok színűen látjuk, és hogy ennyi mindent talál, ennyi sok jót találunk benne. Jó, köszönöm mindenkinek akkor, hogy elmondtátok, és nagyon szépen kívánok mindenkinek.